Nos, sziasztok! Újabb Conan Exiles kezdőknek sorozat. Következő részénél vagyunk, mint az előző részben is említettem, a mai részben a PvE és a PvP építési módról fogunk beszélgetni. Ehhez ma képet nem kaptok, mert nincs mit mutatnom nektek. Mindössze elmondani tudom, hogy szerintem mi és hogy érdemes a saját tapasztalataim alapján. Ugye a két játékmód, amiről már beszéltünk, emberek elleni, illetve sima, egyszerű, élvezetes, állatok elleni játékmód. Emberek elleni játékmóddal kezdjük. Ha PvP-ztek és PvP szerveren játszotok, mindenképpen két dolgot tartsatok szem előtt. Ha építetek, mindenképpen legyen védelmetek, tehát vagy tüskézzétek körbe, vagy legyenek védőembereitek, vagy mindig legyen valaki a szerver környékén elérhetően. Egy adott esetben, ha szükséges, meg tudjátok védeni magatokat. PvP-ben, ha építetek, mindenképpen magaslatra próbáljátok építeni, ami földről vagy nem, vagy nagyon nehezen érhető el. Miért? Hogyha földön elérhető, a PvP-nek a lényege, hogy tudjak rombolni. Ha földön van, letesznek bombát, amiről majd beszélni fogunk később. Lent van a bomba, élesítik, kirobbantják az ajtódat, faladat, tök mindegy. Bent vannak nálad, kifosztanak, elmennek. Vagy a szerencséd, akkor így úszod meg, hanem akkor nullára lerombolnak, és kezdhetsz mindent előről. Amit én tudok javasolni, vagy az esőerdőbe költözzetek, fákra, nagyon magaslati helyre, ahova még pucéran sem lehet felmenni, teljes sztaminából, és nincs fogockodó lehetőség. Vagy költözzetek tornyok tetejére, elérhetetlen helyekre, ami számotokra is nehezen elérhető, de ügyességgel meg tudjátok oldani. Lifteket nehezen használjátok, vagy adott esetben ne használjátok, mert a liftet mindenki tudja használni, elindítani, és ha valaki fölliftetik hozzátok, berobbant, ugye az, ahogy előbb, kipacok, kipakol, kész, viszontlátás. PvE esetén odaépítetek, ahova jól esik, úgy, ahogy jól esik, földön, mivel nem tud ki betámadni, mivel nem egymás ellen játszotok. Viszont arra is figyeljetek, hogy PvE esetén is berobbantani ugyan nem tudnak, de ha ablakos falakat használtok, és az ablakhoz igazítjátok a gyártó részlegeteket, akkor abba bele tudnak nézni, és ki tudják pakolni. Magyarul, ahol gyártatok, ott ne használjatok ablakokat, csak teli falakat. Illetve még valami, PvE esetén a védelmező emberkénknek nagyon minimális a szerepe, ugyanis nincs mitől és kitől megvédenie, úgyhogy PvE esetén én csak a gyártáshoz szükséges embereket ajánlom, akiket érdemes megszerítenetek. PvE esetén bármilyen építőelemből építkezhettetek, vagy építkezhettek. Az rátok van bízva, hogy mire telik, milyen szinten vagytok, és mit szeretnétek. PvP esetén, mint az előző videóban is szót ejtett róla, csak és kizárólag a Black Ice-nak van értelme, ugyanis az rendelkezik gyárilag tüskékkel, ami megnehezíti azt, hogy hozzátok bárki is bejusson, és kipakolhasson. Komment szekcióban várom azért a véleményeteket, illetve a pro-kontra érveiteket, hogy szerintetek melyik szerveren mivel, hogy érdemes építkezni. Ugyanis én csak saját tapasztalatból tudok beszélni, ahol én jelenleg tartózkodom, itt, ha nem Black Ice-szal rendelkezel, nem nagyon magasan és nem nagyon beépítve, védelem nélkül, halott vagy. Ha viszont ezek megvannak, és föl vagy készülve, bármire lehet lehetőséget. Köszönöm szépen azért, hogy velem tartottatok, ez a videó, ez most csak ennyi volt egyelőre, mert így a két szerver közti építésről nem igazán van mit beszélni, mindenkinek a saját tapasztalata szükséges, illetve véleménye, hogy mit szeretne. De tudjátok mit? Komment szekcióban beszélgessünk egy kicsit erről, hogy ti mit gondoltok, illetve hogy ki mit szeret használni milyen szerveren, és hova szeret építkezni. Várom a válaszaitokat azért.
És kíváncsi vagyok, hogy ki mit szokott használni. De sok sikert nektek a Conan Exiles világába. Próbáljatok túlélni, és minél szebbeket építeni, ha tehetitek. Legyen nagyon szép napotok, vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!